a híres kecske. Bácsapó dörmögő hangja betöltötte a tanya hátsó udvarát. Amilyen hatalmas ember volt az öreg, a hangja is oly erőteljesen zengett. Egykor szők és barna haja már megkopott, szeme viszont még mindig oly kéken ragyogott, mint az ég a feje felett. Az idős pásztor egész életében kecskéket legeltetett, öregedésére azonban csak egy állata maradt, Tóbiás. Bácsapó nem vallotta volna be semmi pénzért, de ez a huncut kecske sokkal jobban a szívéhez nőtt, mint akármelyik másik, pedig volt neki bőven az élete során. Tóbiás! Tóbiás! Merre vagy? Kúrjongatott nagyokat. Csak nem az ördög vitt el, aztán füttyögetett néhányat, hisz a kecskéje a fügyszót épp úgy értette, mint egy kutya, s hívásra mindig előjött. Tóbiás, te hírös, tán megszöktél! Bács apó a ház mögé került. A náttetős épületet kajszi barackos vette körül. Itt termett az öreg legkedvesebb gyümölcse. Frissen is nagyon szerette, de volt még valami, amit legalább annyira kedvelt a kajszibaracból főzött pálinkát. A szomszédok is csodájára jártak az itókának. Az apó végre meglátta a kecskét, és pislogott egy nagyot. Ilyet még az öreg apám se pipált törtek fel belőle a szavak. Tóbiás a kert végében ült, igen ült, méghozzá a két hátsó lábán. Bácsapó legkedvesebb állata úgy ült a kerítés tövében, mint egy kutya. A nyelve is kilógott. És ha ez még nem lett volna elég, Tóbiás meg is szólalt. Igaz, csak halkan, de tisztán lehetett hallani. Be, be. Az öreg tolta a sipkáját. Fű, még ilyet! s hegyezte a fülét, hát ha csak rosszul hallotta. De nem. Tóbiás még egyszer hallatta a hangját. Be! Uram, atyám, ne hagyj el! Ez béget! Suttogta az öreg. Akkor most kecske vagy birka? Választ sem várt, sarkon fordult s indult segítségért. A szomszédban gyerekkori jó barátja lakott, Kun Bajti. Pont az ellentéte volt bácsapónak. Alacsony, szikár, bardabőrű, szeme ferdevágású, tüzesen csillogó. – Szomszéd, szomszéd, gyere, segíts, nagy baj, nagy a baj! – Na, mi az te nagy melák? – kérdezte Kumpajti, aki épp a juhait nyírta. Hunyorgó szemmel nézett fel az izgatott szomszédra. A birkáid megbolondították Tóbiást. Ott ül a kerítés tövében, és... és béget. No, erre már kumpajtinak is megnyúlt az ábrázata. az nem lehet. De bizony. Gyere, nézd csak meg. Ment a két öreg, a félig nyírt birkák bambán bámultak utánuk. Az áldóját! Vakarta meg hegyes sipkája alatt a fejét Kumpajti, mikor megpillantotta a kecskét, aki bádatos bégetéssel köszöntötte őket. Megbolondult, az eszét vesztette. Aztán Kumpajti tekintete a kajszifa alatt álló hordóra tévett. A jókora nyitott faedény cefrével, erjed baracklével volt tele. Pesgett a cefre, csak nem szétvetette a hordó oldalát. Kumpajti keskeny szemében huncutcikra gyúlt. – Ej tudod, mi a te tóbiásod, baja? – Mi? – Rájárt a cefrés hordóra, és pityókás lett. – Azt a mindenit! – nézett nagyot bácsapó. – Igazad lehet, pajtikám! – Úgy történt valóban, ahogy a szomszéd mondta. Tóbiás addig-addig szaglászott a kajszifák körül, míg két melső lábával felágaskodott a hordó peremére, s megkóstolta a pesgő cefrét. Hmm, ez nem is rossz, mondta volna, ha tud beszélni. De így csak mekegett egyet, és nagy kortyokban nyelte az itókát. Aztán gondolt egyet, és beleült a hordóba. A nyelve egyre lassabban pergett végül, össze is akadt, és már nem mekeget, hanem bégetett. Hát, így esett, hogy bácsapó barack pálinkájától Tóbiás csak bégetni tudott, bamba birka módjára. Másnapra szegény kecskének nem csak a hangja, hanem a szeme is olyan lett, mint a kumpajti birkájé. Bambán nézett a világba, s legelni se nagyon akart. A kajszi már régen leérett, de Tóbiás gyakran a két hátsó lábára áll a fa alatt, s vágyakozva szimatól. Hát ha megérzi a barackillatát.